Füst Milánnal akartunk először megismerkedni, mert már akkor 17 évesek voltunk, sőt, volt, aki csak 16, mondjuk a Váradi Szabolcs, és hát még mindig nem vagyunk felfedezve. Hát micsoda dolog ez, ugye? Lassan elmegy az élet. De és a Füst Milánnal való felfedeztetésünk nem sikerült. Találkoztunk vele, de nem igazán az volt, amit szerettünk volna. És akkor gondoltuk, hogy vas. Na de vast akkor főleg műfordítóként ismertük, ugye? Tehát 1958-59-ben ő még mint költő nem nagyon volt ismert. Nekem volt egy kis versantológiám Szerelem címmel, amit valami iskolai ünnepségre kaptam, és eztben ő volt a szerkesztő és a javarészt fordító is. Na mondom, akkor a vas. Nem tudtunk még róla semmi mást, csak ezt. Illetve abban az időben ment a rádióban a elvesztett otthonoknak a felolvasása. Nem ő olvasta föl, persze, színész, és akkor nagyon megtetszett nekem. Főleg egy jelenet, ahogy a Rax tetején az Etivel először csókolóznak, ugye? És akkor egy Jávor Pali-szerű Bon Vivant képzeltem el az író személyében, ugye? Na, mondom, akkor vas. És akkor mostos egyeztetés után elmentünk hozzá, és hát ugye a figura nem olyan volt. Nem olyan volt, kicsit korpulens alaghoz képest, vékony hang, kicsit csipákoló, de nagyon szimpatikus volt mindjárt. Ugye? Mindjárt az, hogy azt mondta, hogy nézzék, én nem tudok semmit csinálni, mert én nem vagyok olyan helyzetben, hogy magukon segítsek, de elolvasom. Nem vagyok versszerkesztő egyik lapnál sem. És akkor mutatjuk a verseinket, és akkor egy idő után jelentkezett, hogy hát akkor most már beszéljük meg. Ugye? És első alkalommal, hogy őszinte legyek, velem nem volt eléggé megelégedve. Azt mondta, hogy talán, ha slágert írna, az nagyszerű lenne. Többet keresne vele, mondta, és ebben igaza volt. Ettől borzasztóan megsértődtem, és akkor én nem is mondom, kész. Ez egyszer rám telefon, vagy rám üzen valahogy, hogy hát nem volt még telefonunk, persze. Hogy hát mi van, miért nem írsz verseket? Mondom, én írtam egyet, de hát azt azért hozd el. Előttes, hogy na hát ez az, mondta. Hát azt nem tudom, hogy Somogyi Zoltán, akit nyilván megkérdezett ugyanerről, ő emlékszik-e rá, hogy kinek jutott hármunk közül, akik elmentek hozzá eszébe, hogy Vas Istvánt kell megkeresnünk, ugye Bence György, Somogyi, akkor még Papp Zoltán, meg én jártunk a József Attila gimnáziumba, ők egyel fölöttem, és csináltunk egy irodalmi lapot, ilyen iskolai lapot, és egy idő után gondoltuk, hogy most kéne már találni valaki komoly embert, aki megnézi, hogy amit írunk, az mit ér. És miután kiderült, hogy Füst Milán, aki a közös ideálunk volt, hát erre nem alkalmas, akkor valamelyikünk, vagy Bence, vagy én nem tudom, kitalálta, hogy talán Vas István. Arra biztosan emlékszem, hogy akkoriban jelent meg a nagyvilágban az ő angliai útinaplója, akkor járt Londonba, és ott elmesélte T.S. Eliotnál tett látogatását, és akkor engem például Eliot aztán nagyon elkezdett érdekelni. És hát, hogy már előtte, vagy akkor az összeismerkedésünk hatására vettem, meg nem tudom, de akkor, ami kapható volt, az ő válogatott versei, ami azt hiszem Teremtett világ címmel 56-ban jelent talán meg,
és aztán 58-ban egy Évek és művek című tanulmánykötet. Ugye mindez 58 nyarán volt, azt hiszem, ez a, amikor az Európa könyvkiadóba bejelentkeztünk hozzá telefonon, és adott egy időpontot. Az még a New York palotában volt akkor. És akkor ott először várni kellett a folyosón, aztán megérkezett Vas István, és egy kicsit zavartan fogadott minket, akkor még ő elég frissen tért vissza az irodalmi nyilvánosságba, ugye 55-56 előtt egy jó ideig csak fordítóként volt jelen, és nem szokott még hozzá, hogy fiatal költők őt megkeressék. Azt mindjárt hangsúlyozta az elején, hogy neki nincs semmilyen hatalma ahhoz, hogy a mi pályánkat egyengesse, de hát azért hagyjuk ott az írásainkat, megnézi, és majd hívjuk föl telefonon egy vagy két hét múlva. És akkor fölhívtuk, úgy emlékszem, hogy az derült ki, hogy akkor éppen Szentendrére mentek még, és egy kicsit halasztódott a dolog. És aztán viszont hát látott bennünk valami fantáziát, mert a lakására hívott, nem a kiadóba. Viszont amikor először az első látogatásra sor került, ha jól emlékszem, 1959. szeptemberében, akkor én beteg lettem, és kórházba kerültem egy hónapra, és nem tudtam elmenni. Úgyhogy én egy évvel később, már 1960-ban ismerkedtem meg, akkor is ketten mentünk, akkor Bence Györggyel, mert akkor meg Pap Zoltán, Sumonyi Zoltán az első alkalommal nagyon zokon vette, mondott egy-két olyan dolgot a verseiről, amit a Zoli akkor zokon vett, és nem akart eljönni másodszor. Én még arra emlékszem, hogy akkor készült az Egy szerelem három éjszakája. És ebben ő akkor nagyon benne volt, ezt Szántó Piroska meg is írta később egy ilyen emlékező novellájába, hogy hogyan készült a színdarab, és hogy mennyire lelkesen csinálta ezt Vas István, és mi is arra mentünk be, tehát nekem az volt az első komoly személyes találkozásom vele, hogy ül a telefonnál, és Ránki Györgynek olvassa be telefonon, hogy azt, hogy hiába itt Cicero, Diderot, akármi újat sütsz ki, csak a szúrni, vágni, ütni marad ultima ráció. Ezt szavalta hosszan és lelkesen, és közben ott Piroska néni, akkor még első találkozásunkkor ugye néni, ő is sokáig Pista bácsi volt, hát úgy körbevezetett a lakásba, és mutatta, hogy hol van az ő műterme. Ez még az Ötvös utca volt. És hát aztán úgy alakult, hogy akkor ezek rendszeressé váltak, ezek a találkozások. Tehát hát azt is elmondtam többször, hogy Piroska nagyon szeretett volna gyereket, de azt meg Vas István nem akarta, és nem lett így, hogy mindig voltak fogadott gyerekek. És az előző generáció az ugye Juhász Ferencék, Kormos István, Rész Pál, Rész Ádám, Csatlós János, szóval egy állandó társaság, akik jártak hozzájuk, azok már éppen kiöregedtek a fogadott gyerekségből, és akkor jöttünk mi. És akkor az úgy hagyományá vált egy idő után, hogy Piroska születésnapját azt mindig megünnepeltük közösen, és akkor fölmentünk, és akkor hát azért Pista bácsi aztán nagyon sokára sikerült valahogy összetegeződni. Piroskával hamarabb, ő olyan tegező típus volt, ő nem szeretett magázódni, mindenkit tegezett. Én
nem ilyen kapcsolatban voltam vele, nem jártam hozzá a fiatalokkal, bár mind kitűnő ember volt, hanem 1947-ben munkát adott nekem. Már nem emlékszem, hogy Sárközi Márta ajánlott-e hozzá, vagy valaki más. És akkor Vas István látott el engem munkával, fordítással, méghozzá olyan fordításokkal, ő meg Korvos István, aki a Móránál volt, amikben nem ilyen úgynevezett musz anyag volt, hanem szép igazi versek, úgyhogy akkor volt alkalmam, hála Vas Istvánnak, mondjuk Heinének sok versét lefordítani, meg másokat is. És mikor lekerültem Pestről Körmendre a vidéki gimnáziumba, ahol tanítottam tilos időkben, mármint hogy nekem voltak tilos idők, akkor oda is utánam küldött munkát. Úgyhogy ez egy munka kapcsolat volt, igen. 1984. januárjában ismertem meg, akkor voltam lent először a Szigligeti Alkotóházban, nagyon megilletődve, mert 27 éves voltam, és akkor mutatta be a televízió Horváth Ádám dokumentumfilmjét, amit a Válasz című folyóiratról készített. Ezt a filmet mindenki megnézte, holott esténként általában szellemi játékokat játszott a társaság, de most kivételesen mindenki ezt a filmet nézte, és utána a könyvtárban beszélgetés indult a film kapcsán. Ott volt Csurka István is, akinek egyébként Edericsen volt háza, és csak vendégként jött át, és a beszélgetés Nemes Nagy Ágnes, Ottlik Géza, Tímár György, a Vasházas pár, Lengyel Balázs, csupa olyanok, akiknek valamilyen kapcsolata mégiscsak volt vagy a Válasz első, vagy a második korszakával. Egy nagyon kellemes temperált beszélgetés folyt, amíg Csurka István föl nem borította a beszélgetést azzal, hogy ez egy hazug film, mert a zsidó kérdésről nincsen benne szó. Hát 84-et írunk, 82-83-ban készült a film, és ugye a Kádár korszakban ez nem volt kitüntetett megbeszélés tárgya. És ebből egy nagyon éles polémia alakult ki. Én pedig elszégyeltem magam, hogy elvégeztem az egyetemet kitüntetéses diplomával, de soha egyetlen egy folyóiratot nem nyitottunk ki. Ha valakinek a versét olvastuk, akkor azt az illető életmű kiadásából. És amikor hazaérkeztem, akkor ezt pótoltam, elmentem a Széchenyi könyvtárba, ahol ugyancsak nem volt még szabad polcon akkor ez a folyóirat, és rájöttem, hogy ebből kellene egy antológiát szerkeszteni. Tehát a legfontosabb, vagy valamilyen szempontból legaktuálisabb írásokat beleválogatni, és ennek a kiadására a Magvető könyvkiadó vállalkozott is. Lent volt Kapde Bóló Ránt is, akinek én nagyon sokat köszönhetek, mert az az én ötletem, hogy fölkeressem mindazokat, akik még élnek az egykori Válaszból. Ilyen volt Vas István, Szent Kúti Miklós, Sőtér István, Keresztúri Dezső, Márkus István, a szociológus, Vörös Sándor, hogy ezek a beszélgetések ne csak lejegyzéssel, gyors kaparással készüljenek, hanem a Petőfi Irodalmi Múzeumnak elhozta a hatalmas magnóját, ami fizikai munka volt azt magával hozni, cipelni. Így megörökítődtek ezek a beszélgetések, és most a Petőfi Irodalmi Múzeum archívuma ezeket őrzi is. Vas István volt a második beszélgető társ, hárította ezt a beszélgetést nagyon sokáig, mert ő ott jelentette meg a Levelek egy szocialistához című eszésorozatát, amit kedves barátom megszólítással kezdett, és mint utóbb elmondta, a kedves barátomnak mindig Déri Tibort képzelte oda, tehát Dérivel levelezett ilyen fiktív leveleken keresztül. Ugye ez az a korszak volt, amikor Eti
Kassáknak a lánya volt az ő párja, eljárt a munkás szavaló előadásokra, és ezek nagyon, nagyon izgatták, és többek között azt is leírta ebben, hogy mennyivel nyugodtabb lenne, hogyha ezeknek a munkásfiúknak a kezében tudná a jövőt, mert hogy milyen értelmesek, és mennyire megértik, hogy miről van szó. Viszont ugye 1950-es évek elején ezért megtámadták az Írószövetségben, sőt ki is zárták a szervezetből. De végül is sikerült, a pártból is, igen. És végül sikerült rábírni erre a beszélgetésre, és föl is bontott egy olyan ládát, amit Eti halála óta nem bontott föl, és ebből még egy plusz dokumentum is előkerült. Valahogy ennek a levélsorozatnak a híre eljutott Angliába egy bizonyos John Middleton Murray tudomást szerzett róla, aki érdeklődött is, hogy mi van ezekben a levelekben. Ő egyébként Catherine Mansfieldnek volt a férje, és plusz egy levelet, egy magánlevelet írt Vas István az ő számára, és ennek a kézirata is előkerült a dobozból, és az interjú mellett mellékletként ezt is közöltük. Még egy ilyen hely volt, ahol ugyancsak Vas Istvánon keresztül jutottam el az a akkor Hungáriának nevezett New York kávéháznak az úgynevezett mély vize, ahol itt szerdán és pénteken ebédidőben vagy ebéd utáni időben mindig nagy irodalmi társaság. Kardos G. György például. De hát nagyon sokan ott találkoztam Devecserivel is. És hát ott folytak aztán a irodalmi beszélgetéseken túl a tízes lehúzós partik, hogy mindenki betett, akkor még papírpénz volt egy tízest, és akkor már összegyűlt egy nagy papír, és akkor valaki, vagy megnéz, akinek előtte mindenki lefelírta a számát, és akinek a sorszáma, banki egy sorszáma a legközelebb volt, a nem tudom már mihez, az nyert, és az besöpörte az egészet. Ebbe Kormos például. Hát erre nem emlékszem, csak arra, hogy ezt Zelk, meg Kormos, meg többen ezt szenvedélyesen játszották állandóan. A másik volt a gyufázás, az is, hogy ugye egy gyufas katuját így ide tesznek az asztal szélére, és akkor így meg kell pöckölni, és akkor, hogy mire esik, ha az élére állítva úgy esik le, hogy így a hosszabbik fele fölfele, hát azért a legtöbbet ezt pontozták, és szóval ilyen verseny volt. Mindenféle ilyen társasjátékot nagyon szerettek játszani, de volt versjáték is, hogy kellett egy versort mondani, és a következőnek egy másikat, amiben az egyik szó benne van ugyanabból a sorból, és így tovább. Ezekben Szántó Piroska sokkal jobb volt, mint a legtöbb irodalmár. Ő meg azt hiszem Kardos G. György. És Szentendrén is voltak ilyen játékok? Szentendrén nem annyira. Hát Piroska imádott játszani, Pista korán sem annyira. Ja, és hát ez egy külön dolog volt, még egy helyszín, ahol sokat voltunk együtt, ez pedig ugye Szigliget. Ők minden január vége felé lementek legalább két hétre, és akkor nagyon sokszor voltunk mi is ott. Úgyhogy nekem például a 40. születésnapom erről emlékezetes leginkább, hogy akkor ott volt ez az egész társaság, és akkor azt nagyon kedvesen megünnepelték. Itt volt egy ilyen nagy játszótársaság, ezt az úgynevezett Szent István játékot játszották sokan, és nagyon magas szinten Nemes Nagy Ágnes és Szántó Piroska volt a két vezéregyéniségük. Sok szempontból mondjuk
Hát rivalizáltak is egy kicsit, meg voltak személyes ellentétek is a két, inkább Vas István és Nemes Nagy Ágnes között, de a játék az mindent felettetett, szóval annyira szerettek játszani mind a ketten. Timár György volt még ebben nagy. És ebben Vas István is játszott? Vas István nem. Nem, ő úgy néha benézett, és olyan elnézően, vagy jóindulatúan nézegette, de nem, ő nem vett részt ezekben a játékokban. Ő sokszor visszahúzódott, és dolgozott mindig, fordított, vagy szerkesztett, vagy írt, de azért bebenézett, és aztán egy idő után többnyire beült közénk. Illetve hát előfordult, hogy följött aztán Ottlik is, és akkor beültünk játszani. Ebben volt olyan, hogy ott is játszottunk. Volt egy másik játék, azt Vas István is szerette, ez az úgynevezett Schwarz bácsi. Hát az egy ilyen pikáns játék, mert úgy szól, úgy van a játék, hogy képzeld, de elmondják, akit megkérdeznek, az egyik játékos, hogy éjszaka van, és teljesen egyedül, vagyis egyszer csak leül a Schwarz bácsi az ágyat szélére, fölébreszt, és azt mondja, hogy két nő közül választhatsz. És akkor mit tudom én, Kismanyi vagy Lórán Lenke. És nincs harmadik, és nincs kizárólag ez a kettő, és választani kell. És akkor utána ez így megy tovább, hogy Kismanyi, akkor Kismanyi vagy XY. Addig, amíg hát egyszer majd kijön az ideális. Lányok is kaptak ugyanígy fiúkat. Na és ezt például Pista is szerette, és akkor Ottlikkal játszottuk is. Ja, és az is ki volt kötve, hogy itt kizárólag a testiség számít. Nem házasságról van szó, hanem hogy ha most a kettő közül megkapod, akkor melyiket választ. És akkor Ottlik mindig valahogy mondott, hogy hát azzal nem tudnék jól beszélgetni, vagy nem tudom, és akkor Pista nagyon dühös lett, hogy ilyen szempont nem számít. Vas Pistában valahogy beleszerettek a nők. Én tanulja voltam egyszer, hogy egészen már ő ugye túl 70 körül lehetett, egészen fiatal nők rajongtak érte, de több, mint irodalmi rajongással. Ja? Volt benne valami vonzerő? Hát mindent összevéve, főleg, hogyha a verseket nézem, akkor azt hiszem, hogy Eti a legmélyebb központ, ami azért visszatér mindig később is. Hát nyilván az utolsó években persze, hogy Piroska, és hát ezek úgy át, szóval visszatérő témák, van egy belső, amit én nagyon szeretek, amiben azt írja, hogy megy hazafelé, és egyszer csak mintha egy hang szólítaná meg azon a néven, ahogy már senki nem nevezi, és nyilvánvalóan a Marika emléke a vers témája, és mert aztán oda néz, nincs ott senki se, de nagyon fájdalmas. Meg hát a haláláról is nagyon szép verset írt. De hát az Eti az, aki azt Rész Pali mesélte egyszer, hogy együtt voltak, együtt ebédeltek, azt hiszem, és utána kérdezte Pistát, hogy taxit hívott, nem tudom, és akkor kérdezte, hova megy, és akkor Pista, hogy elkomorodott, és ott, hogy most kimegyek a temetőbe. Tehát, hogy időnként úgy érezte, hogy neki valahogy találkoznia kell. Egyszer a Rész Pálnál voltam
egy megbeszélésen, vagy beszélgetésen, és ettől függetlenül egyszer mondja, hogy ezt mondja, hát a Pistát te se ismerted elég jól, biztosan, hát, lehet, hogy nem. Hogy egyszer itt volt nála, és akkor mondja, hogy most már sietnie kell, mert még virágot akar venni. Ez elmegy, és közben Réd is lement valamiért, és akkor már Vas egy taxiállomásban várt taxira, és egy nagy csokor virággal a kezében. Azt mondja neki, vagy kérdi tőle a Piroskának, viszed valamilyen ünnep van? A temetőben megyek Redihez. De ne szólj a Piroskának róla. Szóval, hoppá. Etiről ugye összeállította azt a nagyon szép könyvet, és az volt az ő végrendelete, hogy ő az Eti mellé szeretné, ha temetnék. Ezt a Piroska fölülírta, ezt az ő vágyát vagy akaratát, és ő és a Panni néni hármasban vannak eltemetve a Farkasréti temetőben. Én amikor oda megyek, akkor mindig háborgok egyet, hogy hiszen tudtuk, még a 80-as években is mesélt erről, ami persze biztosan nagyon fáj egy feleségnek, hogyha annyi év múltán még mindig visszanéz valaki. A Marika házasságról, a Kutni Mária házasságról mindig azt mondta, hogy kötelességének tartotta elvenni a Marikát. Persze a önéletrajzi folyamban ő arról is beszél, hogy milyen volt a testi kapcsolat ezekkel a nőkkel, és mikor volt sikeres, és eredményes, és beteljesülő, és nem beteljesülő. De hát Piroskával élte a leghosszabb időt, és ők egészen biztos, hogy szellemi társak voltak, abszolút egymás kiegészítői voltak. Hát kettejük között persze, mert ugye az egy nagyon hányatottan induló, viharosan induló kapcsolat volt. Ugye? Tehát amikor ők megismerkedtek, a Vasnak éppen friss barátnője, élettársa, nem tudom, a Marika volt, ugye, a Kutni Marika, aki nagyon szép volt, és nagyon intelligens, és ugye többekkel beszéltem, akik mondták, hogy hát ez egy 4 vagy 6 elemit végzett falusi lány volt, aki fölkerült Pestre egy gyárba, és tud késsel villával lenni. 5 perc múlva. És 5 perc már úgy tud minden társaságban viselkedni, ahogy kevesen. Nos, ez a Piroskára nem volt jellemző. Lehet, hogy a Piroska rá is játszott erre, hogy hát egy festőművész, ugye az nem tartja be ezeket a polgári szabályokat. Hát miközben ugye hát hosszas vívódások után elvált a Marikától, meg közben el is vette a Marikát. Ugye az Ostrom után elvette a Marikát feleségül. Után, és akkor a Piroska ettől borzasztóan megsértődött. És akkor aztán végül, hát csak 48-49-ben elválnik a Marikától, elveszi a Piroskát. De én azt gondolom, hogy haláláig egy nőt szeretett igazán. Ez az Eti volt. Piroska is tudta. Ez az Eti volt. Lehetett mindenféle ilyen-olyan nagyon fontos kapcsolat, fele életem, Etit szerette. Szerintem, ha sorrendet kell állítani a 3 nő között, akkor azt mondom, hogy Eti, Piroska és Marika. Amikor Piroskával ők a Károlyi palotával, tehát a Petőfi Irodalmi Múzeum épületével szemben laktak 50-es években,
ők már akkor is nyitott házat vittek. Feltehetően az, hogy nem lett saját gyerekük, az ezt pótolta az a nagy társaság, ami följárt oda. Tehát a Juhász Ferenc nagyon nagy kedvencük volt. Vas nagyon sokra értékelte a költészetét, Nagy László, Kormos, Cibor János. Tehát nagy-nagy-nagy élet volt, és így generációnként ez szépen rétegződött. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenki köszönhet valamit, személyesen is, meg azt, hogy például a műfordításról írott tanulmányai, meg maguk a műfordításai is milyen példát adtak. És a Tóth Krisztina tovább írta a Vörös Sándor Hála áldozat című versét, ugye, amiben Adi Babics és Kosztolányi szerepel költői mintaként Vörös előtt, és a Tóth Krisztina versben pedig aranyszínekben játszó szénszavak, Babics a fény, Adi a nagy zsarátnok, boldog szomorú lidért szleng, ha játsztok, zömmögi halkan, csak tűzzel szabad, nemes, nagy dolgot, hány lánggal sisteregne, füst csapna fel, vörös sziporkatánc, kormos vas bongna, izzana a rács, mennyi kavargó seb, mi nem heged be, és megy tovább a vers. De ez is milyen szépen van megcsinálva, hogy a nemes vesző nagy dolgot, tehát mind a kettőt nagy betűvel írja Tóth Krisztina, de veszőt tesz közé, és a kormos vas, az pedig egymásnak a vezetéknév, keresztnévként csatolja hozzá. Tehát mindenki tanult valamit. Volt egy előző generáció, fogadott testvéreink voltak, fogadott bátyáink, akikkel ott ismerkedtünk, meg ott találkoztunk először, és már Piroska úgy mondta, hogy hát ismerjétek meg a bátyáitokat. Ez volt a Juhász Ferenc, a Kormos Pista, Görgei Gábor, időnként Simon Pista is ott volt. Az ember nem gondolná, de ők is jobban voltak Simon Istvánnal, ugye? Talán az, hogy nem akart senkit meggyőzni a saját igazáról, ez nagyon fontos a pedagógiában, hanem csak úgy viselkedett, hogy az ember ösztönösen mintának érezte. Ezek a legfontosabb dolgok, hogy mintának érezzem. Nyilvánvalóan nagyon sok helyről érkezett emberek fordultak ott meg. Tehát még az én korosztályomból, akik oda csapódtunk, tehát, hogy néhány nevet mondjak, ugye, hát Váradi Szabolcs, később Petri Gyuri, velünk együtt Bence Gyuri, aki aztán filozófus lett, ugye. Tehát mindegyik más helyről, más-más társadalmi osztályból, más millióból érkezett, ugye. És ezeket valahogy úgy tudta közös nevezőre hozni, amit nagyon kevés ember tudna. És hát azt hiszem, hogy ma éppen nagyon nagy szükség lenne egy ilyen figurára. Hát én gondolom, hogy a költészetét tekintve hatott hát azokra, akikkel hát ilyen baráti kapcsolatban volt, ha nem is mindig kimutathatóan. Tehát mondjuk nem tudom, hogy Juhász Ferenc... Igen, de hogy azért valami módon hathatott rá, az biztos. Görgeire közvetlenebbül is hatott, ugye? Nem akarok közéjük sorolódni, de rám is hatott, ugye? Vagy a Szabolcsra is, Váradi Szabolcsra is hatott. Petri, de kevésbé. Én azt gondolom, hogy azért most is van Orbán Ottóra. Orbán Ottóra hatott, ugye? És ez fontos. Fontos jó költő. A jó költőkre valami módon kellett, hogy hasson. Ha más nem, az anyag, a nyelv
tisztelete, a pontos fogalmazás. Szóval ezekben mind bizonyára. Hát például Petri Györgyre biztos, hogy hatott. Közvetve is, meg közvetlenül is, közvetlenül úgy értem, hogy a saját verseivel, és talán még erősebben a két fordításával, Eliottal és Kavafisszal, akiket, hát Kavafiszt azt ugye Somjó Györgyel közösen, de ők hozták be a magyar irodalomba, és hát Eliottot is fordított más is, meg már előtte ismertük, főleg a Prufrock szerelmes énekét Kálnoki fordításában, de hát úgy egészében mégiscsak az ő hangján ismertük meg. És ez biztos, hogy erősen hatott akkor már évek óta költői válságban levő, és éppen a saját hangját kereső Petrire. De az a személyesség és közvetlenség, ami Vas István különösen a későbbi verseibe erős, az biztos, hogy hatott Petrire. Egyáltalán az nagyon érdekes Vas Istvánnak a költői pályája, hogy ez mennyire érdekesen alakul. Ugye nagyon sok költő megtalál egy hangot, és azt a hangot tartja az élete végéig. Jékeli például ilyen. Tulajdonképpen Kosztolányi is ez a fajta költő volt, és vagy Adi, és vannak olyan nagy más ellenpéldák, Babits például, aki egészen másképp fejezi be, és egészen másfajta költészet eszményt képvisel az öregkori verseivel, mint a fiatalabbba. És Vas István is ilyen, hogy elindul ugye a nyugat harmadik nemzedékének az első nemzedékhez visszatérő, ugye a I. és Szabó Lőrinc prózaibb és formailag lazább és tudatosan az elődökkel szembe menő poétikája után az első nemzedékhez, és akkor ebben talál magára először, és aztán pedig a fejlődése úgy írható le, mint ezeknek az eszközöknek a szisztematikus elhagyása, és az egyre közelebb kerülése a hétköznapibb, és prózaibb, és szabadabb versbeszédhez. És ebben biztos, hogy hatott másokra is, most kapásból nem tudom, rám is persze. Orbán Ottót nagyon szerette, azt tudom, különösen a későbbi, hát most így kapásból nem tudnám megmondani, hogy éppen az ő halál akkor Orbán holt tartott, hát ugye ő 91-ben halt meg, de hát akkor már látszott, hogy Orbán egyre jobb költő, és ő tudom, hogy nagyra tartotta. A saját nemzedékéből Hajnal Annát nagyon szerette. A fiatalok közül még Imre Flórát. Éppen mikor megjelent a Holmi egyik első száma, azt Réz Pál mindig elküldte neki, és ő pedig véleményezte, és egy levelét ismerem, amiben végigveszi az egész számot, és kiemeli a versek közül Imre Flórát, hogy a technikai tudása az fölér Nemes Nagyéval, és ugyanakkor benne van az a szenvedély, ami Hajnal Annát élteti. Én Rakowski Zsuzsával is az Európa Könyvkiadóban ismerkedtem meg, vagy ez túlzás, hogy megismerkedtem, találkoztam.
ő jött a Vastól, én mentem föl oda hozzá, emeleten volt az Európa Könyvkiadó a Szabadság téren, igen, és hát akkor mondta Vas, hogy hát igen, Rakovszky Zsuzsa jó költő, érdemes rá odafigyelni, de aztán mintha dolgozott is volna az Európánál, de ebben én nem vagyok már biztos. Tehát azt tudom, hogy jártak össze, már úgy, hogy össze, hát úgy, hogy járt föl hozzá, vagy találkoztak, és hát nyilvánvalóan hatott rá, egyébként ez ki is mutatható, érezhető is a Rakovszky Zsuzsa versein, persze. Tulajdonképpen mindenkin érződik, akiben valamiféle szakmai elkötelezettség van. Nádasdy Ádámot is dicsérte, azt tudom. Vas István oda került az Európa Könyvkiadóhoz, ahol én is dolgoztunk, és nekem a szobám, ezt azt hiszem meg is írták, mondjuk Váradi Szabolcs nagyon jól elmondja, hogy az volt a szokás, hogy az én szobámba gyűltek össze az írók, akik kintről jöttek, vagy akik ott voltak a kiadóba, és mindenki reggel elvégezte a munkáját, és akkor bejöttek hozzám, és ott vannak fényképek, ahogy Vas Istvánnal így ülünk. Hát az, hogy ülünk a szobámba, és röhögünk. És hát mondom, már ez a kiadói szobám, ahol egy ilyen gyülde volt, oda gyűltek össze a vendégírók és a benti író. Ő egy olyan fajta kicsit epikus költészetet művelt, ahol a versnek van valamilyen történése. Ilyen például a Cambridge-i elégia, amiben Sáros Patakot és a Cambridge-i hangulatot, angol-magyar történelmet veti össze. Vagy ilyen például nekem nagyon kedvencem a Bartók című verse, amiben Bartók utolsó budapesti hangversenyét írja le, de azt megelőzően azt is, hogy Bécsben is hallotta, vagyis látta személyesen Bartókot egy Bartók koncerten, és hogy az Eti tánca és a Bartók mennyire összeforrott benne. Vas István lírája az leginkább azt jelenti nekem, hogy egy olyan fajta nagyon erősen érzelmi telítettségű költészet, de egyszer s mind egy ezt nem szeretik a költők, ha ezt mondják rájuk, egy intellektuális költő. Úgyhogy én nagyon szerettem Vas Istvánt. Mondjuk a Via Appia című vers, vagy a Cambridge-i elégia. Hát ezek olyan versek, amelyek ameddig lesz magyar nyelvű költészet, és ameddig ezeket összegyűjtik, és ameddig magyarul érdemes verset olvasni. Addig van 8-10 olyan Vas vers, aminek mindig ott van a helye. Ugye? És ez már nagy dolog. Nagy dolog. De egy verset mégis kiemeltem, mert ugye két teljes hónapja tart az orosz-ukrán háború, vagy mondjuk úgy, hogy ukrán-orosz háború, mert a védekező fél az Ukrajna, és hogy a világtörténelemben rendkívül sok ilyen háború volt, tehát ő rómaiakkal sokat foglalkozott, tehát látta azt, hogy a történelem konfliktusok árán működik, és megy, vagy nem megy előre. És van egy verse, ami kifejezetten 2022. április végén engem megszólított. Ennek az a címe, hogy Majd századok után. És ha ezt megengeditek, akkor elmondom, vagy felolvasom. Tehát Vas István, Majd századok után. Lehet persze, hogy klasszikus virágkor lesz ebből is a sötét századok után, mikor már a hazug csírákból erő, tudás és szépség származott. A történelem, mely taposva trágyáz, így termel süppedékes talajon.
vagy talán a piramis, a székesegyház más kezdetből lett New York vagy Babilon? Törvény telik be. Hadd mondjam ki végül, nem erre készültünk, akármi lesz. A szabadság felé a szükségszerűségből az emberiség egy lépést ha tesz. Vas István nem az a, az a ökölvívó költő, aki az embert leteríti rögtön az elején. Nem könnyű költő, mert azért egy olyan intellektuális líra, amelyikre oda kell figyelni minden pillanatban. Nincsenek ilyen szép kis zenészetekben. Amit nagy teljesítménynek tartok, az az, hogy igazából nem került a kasság hatása alá. Tehát a költészete nagyon sok embernek, nagyon sok magyar írónak, József Attilának is vannak kassákos mintára készült versei, sőt kassákabb akart lenni a kassáknál. Ez a Vasnál, ebben a bizonyos Magdolna utcai vasas székházba járás és a szocializmusról, 30-as évekbeli szocializmusról való gondolkodásról van szó. Itt ebből a szempontból hatott rá a kassák és a szociáldemokrácia, de szuverén tudott maradni költőileg. Ami engem nagyon meglepett, hogy például Szabó Lőrinc személyét, illetve mennyire ketté tudta választani a költőt, és Szabó Lőrincet a hétköznapi és gyakran tényleg durva antiszemitizmusba megmutatkozó nézeteit. Mert amikor meghalt a Szabó Lőrinc, akkor egy gyönyörű versben búcsúztatta el, és a legnagyobbnak nevezte. Babicsot, igen, nagyon szerette Babicsot. Kosztolányit talán kevésbé. Kosztolányi szerintem, ha most az összes Kosztolányi verset nézem, amit ő folyamatában olvasott, tehát nem egy Kosztolányi összest olvasott, hanem minden megjelenő Kosztolányit, én azt gondolom, de ez csak feltételezés, hogy egy kicsit léhának tartotta. Tehát amikor Kosztolányi a formával vagy a rimmel játszik, akkor az tetszik neki a vers technika szempontjából, vagy elgondolkodtatja, de szerintem Kosztolányitól csak az igazán nagy versek állhattak hozzá közel, mert ő sokkal mélyebben gondolkodott ezekről a dolgokról, vagy általában arról, hogy mi az ember élet, mesterségről is, meg hogy mi az ember szerepe itt a Földön. A válasz az szívügye volt. Sárközi György írta róla még a Nyugatban, hogy az első kötetéről, hogy aki ezt írta, az költő és ember a talpán. És erre a mondatra rendkívül büszke volt. Azon kívül valahogy azt gondolom, hogy a valláshoz való viszony is összekötötte Sárközit és Vas Istvánt. Ugye Sárközi neokatolikus költőként indult, aztán ebből a gondolatkörből kilépett, és a Népi Írók orgánumának a főszerkesztője lett, de valami szellemi rezonancia valahogy itt is megmaradt. A válasz és az Nyugat és az Újhold viszonya nagyon problematikus volt. Az újholdasok ugye a Nyugat negyedik, ötödik nemzedékét jelentették volna. Nagyon szépen leírja Ottlik a visszaemlékezéseiben, a másik Magyarországban, és egy külön írásban is, hogy ők a Nyugatot szerették volna újraindítani, akkor, amikor Budán elültek a harcok, és föl is keresték a polgármestert, hogy indíthassák újra a folyóiratot. Ezt ugye nem volt lehetséges, és akkor ez a csoport megalapította az Újholdat. Az Újhold sokkal vegyesebb volt, sokkal szélesebb kört jelentett, mert még a később marxista Pándi Pál is írt bele, de Bacsó Péter, a filmrendező is írt verset. Persze természetesen ennek megvolt a magja. De hogy ki hova tartozott,
azt különösen Nemes Nagy Ágnes tartotta számon, és ilyen szempontból például Pilinszky egy ütközőpont volt, hiszen Pilinszky nagyon otthon érezte magát Sárközi Márta mellett, ráadásul Sárközi Márta unokahúgát Márkus Annát vette feleségül. A Pilinszky nagy versei közül jó néhány, a francia fogói is a válaszban jelent meg. Úgyhogy itt küzdelem indult Pilinszky lelkéért, ami Sárközi Márta és Nemes Nagy Ágnes között folyt. Nemes Nagy Ágnes sokkal-sokkal keményebb volt. Sárközi Márta pedig anyaként és testvérként viselkedett az írókkal. Úgyhogy mivel Sárközi Márta meghalt, ezért végül is az utókor, akik tovább élnek, ugye azok győznek, inkább újholdasként tartják számon Pilinszkyt, holott ez nem volt egészen igaz. Tehát a költő mellett nagyon fontos a műfordító. Egyébként ez is hozzátartozik a kapcsolatunkhoz, hogy ő kezdettől fogva nagyon buzdított arra, hogy tessék fordítani. És ezt én próbáltam is. Hát messze nem olyan mennyiségben, mint ő, de azért igyekeztem követni. Sőt, lehet, hogy ezt is elmondtam már valahol, hogy mondjuk arra büszke vagyok, hogy van olyan vers, amit ő elkezdett fordítani, és a tizedik sor után úgy találta, hogy ez nagyon hosszú ez a vers, és neki már ehhez nincs ideje, kedve, ereje, nem tudom. Egy Robert Browning vers, az Andrea del Sarto cím, és akkor azt átadta nekem, hogy folytassam én. Hát erről egy nagyon szép verset írt, ugye a fordító köszönete, de hát nagyon sok minden kiderül a nehéz szerelemből is, ugye ebből a nagy önéletrajzi regényből, hogy hányféle csatornán közlekedett ő a világirodalommal, és ezt hogy tudta a saját szellemi javára is fordítani, az angol barokk költőktől kezdve Apollinaire-en keresztül Eliotig. Sőt, valahol azt írja, emlékszem, hogy valamelyik versével kapcsolatban, hogy ha én már akkor tudtam volna, vagy ismertem volna, de most itt megint a névvel leszek bajba, szóval annak az amerikai költőnek a csak később megírt verseit, akkor mennyivel könnyebben tudtam volna ezzel a témával boldogulni. Tehát a fordítás neki nem csak azért volt, egyrészt fontos volt azért is, mert hát az 50-es évek első felében nem is tudott másképp jelen lenni az irodalomban, tehát részben az irodalmi működés szempontjából, de hát természetesen anyagi szempontból is, mint megélhetési forrás. Másrészt pedig, hát mint a saját költészetének a egyik táptalaja. Na most a harmadik, ami azért nagyon fontos, ugyancsak a tanulmányíró és a kisebb részben a kritikus, de nagyobb részben az esszéista. Hát egyrészt mindazt, amit fordított, akikkel fordítóként dolgozott és megismerkedett, azokat többnyire feldolgozta olyan formában is, hogy írt róluk előszót, utolszót, vagy más módon tanulmányt. És azt hiszem, hogy az, hogy őt választottuk így mesterünknek, abban ez is nagyon benne volt, hogy látszott, hogy mennyire érdekli őt az irodalom, az meg már a személyes ismerettségből derült ki, hogy azon kevés kortárs költő közé tartozik, akit tényleg nagyon érdekel az irodalom, mint folyamat, tehát nem csak az, aki előtte volt, vagy a kortársai, hanem az is, hogy ki jön utána, és hogyan folytatják, amit ők eddig csináltak, és nem
utánzókat akart nevelni, és rajongókat, hanem mindenkit arra inspirált, hogy találja meg a saját hangját. Az én egyik kedvenc könyvem a Vas István által fordított, vagy ki magyarra igazított Biblia. Ez a könyv tulajdonképpen megelőzte sok szempontból a korát, mert ugye ma újrafordítják Shakespeare drámáit. Nádasdy Ádám újrafordította Dante isteni színjátékát, és Vas István is úgy érezte, hogy kell csinálni egy kicsit szekularizált Bibliát, ami megtart mindent, de a nyelvét egy kicsit könnyebbé teszi. Ez egy válogatás, nem egy teljes Biblia átirat, és bevallom, hogy én ezt sokkal inkább forgatom, mint a klasszikus Bibliát. Miután elkészült ez az Arcok és vallomások című sorozatban egy ilyen mondjuk így, hogy esszé, ugye, ilyen történelmi vagy portré esszé róla, utána egy fél évvel megkeresett engem a film a televízió, hogy van egy ilyen sorozatuk a Szülőföldön. Most érdekes módon a mezőgazdasági rovatban csinálta egy Major nevű kiváló rendező, illetve szerkesztő, és ő becsempészte ilyen, hogy mezőgazdasági rovat Szülőföldön, és előbb kezdte a faluról jött költőkkel, majd hát Vas Istvánnak is van szülőföldje, ugye, és akkor a pesti lakásokat végigjártuk. És az elvesztett otthonoknak összes helyszínét így végigjártuk. Ugye? Na most bennem ez a kettő úgy keveredik, hogy ott már Vassal együtt és a kamerák előtt viselkedtünk. De ez a viselkedés megint pont olyan volt, mint a leírásban. Tehát én nem tudom most külön választani, hogy a valóságban más volt-e, mint egy ilyen megszerkesztett szövegben. A főváros felszabadulásáig, amit ugye Ottliknál vészel át a Riadó utcában, hiszem Riadó utca 3B, és ott is forgattunk az Ottlik Cipivel, Ottlik Gézával együtt, ugye? Csak hát Cipinek hívták baráti körben Ottlikot. Ott valahogy, ahogy egymással is beszéltek, teljesen visszajött az a hangulat, ami a könyvből is kiderül, vagy ami a későbbi könyvekből kiderül, ugye? Mert hát az elvesztett otthonnak Eti haláláig szól, ugye? Itt meg az Azután című, azt hiszem az utolsó megjelent részben írja le ezt a Ottlikiknál töltött időt, ki mindenkivel van ott együtt. És még azt nem is olvashattuk akkor. De valahogy, amit ott tapasztaltam meg, ott elmondtak a kertben egymással ülve, és ott is már 5 perc alatt összeveszve, mert mindig összevesztek, de nem bírták ki egymás nélkül. Az volt ott érzékelve, ami aztán később megíratott az Azután című könyvben. Azt hiszem, hogy ebben a memoárírásban verhetetlen. És nagyon, nagyon szükséges is lenne, hogy persze mindenki másképp, ahogy Nádas Péter a Világló részletekben ugyancsak egyfajta memoárt ír, de az ilyen memoárokra szükség van. És ebben is az ő franciás és felvilágosult műveltsége nagyon nagyba belejátszik, hiszen a Rákóczi vallomásokat ő fordította magyarra. Tehát a mintája is rendkívül nemes volt, és rendkívül példázatos volt. És akkor vannak például a memoárnak olyan részletei, amelyek nekem, mint irodalomtörténésznek nagyon fontosak. Például a Miért villog a saskesejűnek van egy Budapest fejezete, és ebben a fejezetben kezdi el tárgyalni a népi urbánus vitát.
és azt, hogy így és nem szerette Budapestet, és hogy így és a köruti kultúra ellen milyen élesen kikelt, ahogy a német László is, és leírja a saját viszonyát Budapesthez. És mindig megvan az a hitele, hogy úgy beszél régi dolgokról, ahogy régen is gondolkodott róla. Tehát meg tudja őrizni azt a kettős tudatot, hogy most írom, de annak idején, hogy gondoltam. És ennek a két síknak az összecsúszása adja azt a elévülhetetlen hitelét az ő írásának. Tehát, ha ez egy olvasó nép lenne, most akkor azt mondanám, visszatérve Vasra, tehát nem felejtettem el a kérdést, hogy olvassák el a Miért villog a saskesejű összes kötetét, ez az egészet. A elvesztett otthonoktól azutánig. Na, amikor Szigligeten voltak, mindig felol behívott egy 5-6 embert a szobájába utolsó közös estén, és akkor felolvasta azt a fejezetet, amivel éppen elkészült. Hogy Szigligeten kitüntetett alkalom volt, egyszer például behavasztunk, és nem tudtunk elmenni, és tank hozta a faluba a tejet és a kenyeret Tapolcáról, de ott volt egy kis Finlandia vodka, meg volt jó viszki is, és akkor behívott minket a szobába, a régi 14-es nagy szigligeti szobába, és ott széken, diványon, földön ültünk, és akkor ő felolvasott részletet. És ilyen volt például a Coriolanus fejezet a Miért villog a saskesejűből, ami a Németh Lászlóval foglalkozott, és ami egy kényes kérdésnek számított. Nagyon tiszta volt a kézirat. Tehát azt biztos, hogy nem másolta le még egyszer, hogy nekünk felolvasson. Kézzel írta ezeket a dolgokat, és arra emlékszem, hogy nagyon, nagyon kevés javítás volt, és amikor ez az egész befejeződött, és úgy visszatette az asztalra a kéziratot, még úgy arra is kerültem a szobába, és ránéztem. És ez arra utalt nekem, hogy rend van a fejében. Tehát, hogy ő tudja, hogy mit akar mondani, van egy fölépített egy narratíva, vagy elbeszélő mód a fejében. A saját szövege vizsgájának is tekintette, azzal együtt, hogy meg volt győződve arról, hogy amit ír, az úgy is marad, de hogy úgy hat-e az emberekre, hogy kiváltja-e azt a hatást, hogy megértik-e azt a vívódást, mondjuk, hogy ilyest szereti is, meg van benne némi averzió olykor ellene, hogy ezek kijönnek-e a szövegből. Nem szeretett szerepelni. Nagyon sokszor, ha mesélt valamit, akkor belehebegett, habogott, aztán utána úgy kijött maga a gondolat. Nem volt szereplős ember. És akkor tulajdonképpen mindennek az összegzése és a betetőzése ennek a halatlan nagy szellemi energiának és kíváncsiságnak, amivel ő az irodalmat is, meg az életet is követte állandóan, és az az igény, hogy ezt meg is fogalmazza, ugye ez az önéletrajzi könyve, ami szerintem ebben a műfajban és egyáltalán a magyar prózában egy csúcs teljesítmény. Az én szememben nemhogy csökkenne vagy halványodna, inkább növekszik a súlya. Egyszer beszéltünk erről Szigligeten. Az olyan nem volt, hogy én ő hozzá mentem be a szobába, Piroskához, az ember berontott és kérdezett valamit, vagy elhívta valami bagolyfészket megnézni éppen, hogy ez milyen nagyon gyönyörű, és akkor egyedül volt ő bent, és akkor tett egy olyan utalást arra, hogy a
a kádári konszolidációról is írt volna valamit. Tehát, hogy ugye az jóval később volt, 63 utántól beszélhetünk konszolidációról, és hogy talán az acéllal való viszonya is másképp előkerülhetett, vagy újból előkerülhetett volna, erre tett egy utalást. És akkor erre tett utalást, hogy a kádári konszolidáció, amit ő nagyon nagyra becsült. Hogy mégiscsak megmaradt a magyarság, mégiscsak épül a magyarság. Ez neki egy nagyon fontos érték volt. Most egy nagyon nehéz történelmi periódusban vagyunk, mert már mindenki meghalt, aki tudta értékelni, egyrészt szemtanú volt, másrészt pedig, aki tudta értékelni, hogy mi volt a második világháború, és hogy a második világháború után létrejött status quo az mit adott Európának, és ezen belül, ha mi már a szovjet érdekszférába kerültünk, akkor mit adott Magyarországnak a kádárféle ennyire nyitottabbá váló politika. És ez számára kikezdhetetlen érték volt. Valamint az, hogy őket megmentette az acél, vagy Piroskát megmentette az acél, ezt nem lehet elfelejteni. Őt pedig az Ottlik, tehát ez egy életre szóló szövetség volt. Nekünk mesélte, vagy nekem egyszer egy rádió interjúban mesélte, hogy ugye 56. október 23-án ülnek a Kulacsban. Ez talán több helyütt előfordul. És akkor először lát, hosszú évek után először gyöngytyúk, Kotaizéval étlap megérte, és akkor azt rendel. De ezt lassan készül. És már mindenki menne, és akkor Nagy László oda megy hozzá, Bottyá ütögeti, Pista, hát induljunk, mert a menet indul innen, a forradalmi menet lesz, vagy nem tudom. Azt mondja, hát várját, megeszem a gyöngytyúkot. Bizonyos legendákban fácán volt. Ugye. És akkor Nagy László ingerülten kérdezi, neked fontosabb a fácán vagy a gyöngytyúk, mint a forradalom? És akkor azt mondta, hát nekem fontosabb. Ennek aztán lett egy érdekes utóélete. Nem tudom, az is ismerte. Hát az az ismert utóélete, vagy az érdekes utóélete, hogy ezt ott nem lehet tudni, hogy hány ember hallotta. Nyilván ültek körülötte. 57-ben, vagy 57 nyarán az acél, akivel addig valami miatt korábban összebalhézott, összeveszett, tévedésből felhívja, és azt mondja, hát ha már telefonálunk, akkor nem kellene találkoznunk? Erre azt mondja Vas, hogy hát addig nem, amíg ti Zelket meg Dérit börtönbe csukjátok. Azt mondja, ugyan már, öreg bolond, hát tudjuk, nagyon jól tudjuk, hogy neked fontosabb volt a fácán, mint a forradalom. És ekkor döbben meg az. Honnan tudja ezt Acél György a pártközpontban, hogy ő 56. október 23-án ezt mondta? Nyilvánvalóan kétféle szándékkal adhatta ezt valaki tovább. Vagy azért, hogyha győz a forradalom, akkor azt lehet mondani, hát ennek fontosabb volt a fáca, mint a forradalom, tehát arra nem számíthattak, hogy a dolog úgy sül el, hogy itt ez most egy jó pontnak fog számítani ebben az új rendszerben. De ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy tényleg 1956-ról és a forradalomról a legszebb, szerintem a legszebb verset Vas István írta, a Pesti elégiát 1957-ben írta, hát persze később jelent csak meg. Sőt, van még egy-két vers, most meg lehetne keresni. Van egy verse, ami
Hát van az Új Tamás, ami már csak a rendszerváltás után jelenhetett meg, az mondjuk egyértelmű, hogy az azelőtt nem volt publikálható. De vannak ilyen rejtettebb, de azért, ha jól odafigyelünk, akkor ugyanerre utaló versei. A Pesti elégia mellett ezt talán kevesebben tudják, sőt így ránézve nem is olyan világos, az Ezékiel című vers, ami Ezékiel prófétáról szól, de áttételesen nagyon is az ő 56-os emlékeiről, illetve ahogy ő látta a forradalmat, arra utal, és aztán később van még egy szép rövid verse. Igen, van egy kis vers, Vénasszonyok nyara, akkor ezt hadd olvassam fel, ez 6 sor az egész. Zakóban megyek át az Erzsébet hídon. Egyszer már volt ilyen szép ősz. Igen, tudom. Azt hittük, az október belénk szeretett. Reggel még ragyogott, hirtelen vége lett. Hiéna falta fel, a holt tettem napot. És mi volt azután? Azután zuhogott. Úgy tervezte, hogy 56 végéig írja meg az önéletrajzát, és ez lesz a zárókép, hogy mennek hazafelé piroskával, és zúg az eső, és ugye egy nagy ládában ott van a forradalmároknak összegyűjtött pénz, és arra úgy zúg rá az eső, és ez lett volna a könyvcím. Vége. Azzal akarta befejezni, ezt sokszor leírta. Nem tudom, hogy aztán valahol leíródott-e. Akár csak egy ilyen előzetes esszében, vagy előzetes nyilatkozatban. De ahogy elmondta, azzal szerette volna befejezni, hogy 1956. november 3-án este elkezd zuhogni az eső. Addig gyönyörű napsütés van, gyönyörű idő van, ugye? Zakóban sétál át a Szabadsághídon. Akkor elkezd esni az eső, és az Astoria előtt egy nagy faládában ott áznak a bedobált papírpénzek, amelyek a elesett szabadságharcosok családtagjának a megsegítésére gyűjtenek. Ugye, és senki nem viszi el. És ezzel a képpel akarta zárni, hogy azt mondja, happy endinggel fejeződjön be a forradalom. Volt benne valami vonzerő, ugye? És ez nagyon fontos, nagyon fontos. Ezért érezzük, hogy nagyon hiányzik, ugye? Tehát már nem most, már ezelőtt 10 évvel is mondtuk, hogy nagyon hiányzik, és az idősebb korosztály is, ugye? Tehát Utoljára találkoztam Juhász Ferivel, Juhász Ferenccel, ugye? Petrovics Emil temetésén. Már a Juhász Feri is elég öreg, elég megrokkant volt. És úgy egy szalmakalap volt a fejemen. Nyár volt, ugye? Jön le a lépcsőn a ravatalozóba, és azt mondja, hogy csak nem a vaspista kalapja van a fejeden. Mondja, elérzékenyülve. Hát nem, az volt persze. Nagyon hiányzik, mondja. Mondja már nagyon öreg Juhász Feri. És ezt mondja halál előtt, most nem sokkal ezelőtt, Görgei Gábor. Tehát mindannyiunknak volt egy ilyen apa érzésünk vele szemben.